Több mint 400 gyerek 10 órai étkezését tudják biztosítani a bácskosútfalvi idős Kovács Gyula általános iskola felújított konyhájában. A szakácsnők munkáját is megkönnyítik az új berendezések. Ezek sokkal felszereltebbek, főleg a párasütő, az nagyon nagy segítséget jelent, sokkal könnyebb velük dolgozni. Az iskola konyhát a 70-es években építették, mondta el Czrünkovics Gábor. Az iskolaigazgató hozzátette, az új eszközöknek köszönhetően az iskolai mellett az óvodai étkezést is ebből a konyhából oldják meg. Két villanytűzhely érkezett, egy gáztűzhely, egy automatizált elektromos párasütő berendezés, egy kenyérvágógép, és érkezett még egy mosogatógép. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság 6,5 millió forinttal támogatta az iskola konyha felújítását. Potápi Árpád János hangsúlyozta, az iskolában kísérleti jelleggel elindult a közétkeztetés is az első, második és harmadik osztályban. Így 65 meleg ételt tudnak naponta elkészíteni a gyerekeknek. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy Vajdaságban, illetve Szerbiában a közétkeztetés nem bevett szokás. Több iskolában indult el hasonló jelleggel. Én remélem, hogy a következő években közösen sikerül azt elérni, hogy a magyar iskolásoknál az iskola otthonos ellátás megvalósuljon, és mindenhol a közétkeztetést meg tudjuk valósítani annak érdekében, hogy egyrészt a gyerekeknek a leckéjüket ne kelljen hazavinni, tehát fel tudjanak készülni a következő napra, másrészt pedig a gyerekek itt biztonságban vannak. Vajdaságban folyamatosak a fejlesztések, hangsúlyozta Potápi. Ilyen az óvodafejlesztési program, ami felújításokat jelent, illetve az új intézmények felépítését. Ugyanakkor az általános iskolákban is a Bácskosútfalvihoz hasonló beruházások történnek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar felújítása jelenleg is zajlik, szavai szerint az oktatás minden területén állandóak a fejlesztések.